A Kalocsai Gergő, Lackó Sándor, Schaffer Balázs összeállítású magyar csapat bronzérmet nyert a novemberi tokiói Kyokushin karate világbajnokságon. A kispesti Tamashivari Dojo első versenyzői közül most ketten vannak itt, Sanyi, azaz DJ Whiteboy, és Balázs a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát ezt mindenki meg kell mondani, mert azért neked van egy elég aktívan meglévő másik életed is elég régóta, ugye? Igen. Hogy a két dolog hogy jön össze, majd ezt mindjárt fogjuk részletezni, de természetesen Kalocsai Gergőnek is jár a gratuláció az ő távol létében. Tekintettel arra, uraim, hogy ez egy történelmi érem, ezt mondhatjuk, ugye? Tehát csapatforma gyakorlatban gyakorlatilag magyar egység ilyen eredményes még soha nem volt, jól tudom? Igen, mondjuk ez azért azt hozzátartozik, hogy most volt először hivatalosan világbajnokság csapatforma gyakorlatban. Na jó, hát minden elindul valahol, tehát mindennek van egyfajta, hogy mondjam, fejlődés története. Igen, de egyébként érmet már magyarok szereztek. Igen. Annyit még talán el kell mondani, hogy ez 4 évente rendezik ezt a világbajnokságot. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye, mert amikor arról beszélünk, hogy egy éremnek mondjuk mekkora az értéke, akkor ugye például mi hajlamosok vagyunk ugye olimpiai ciklusokban gondolkodni, az olimpiát is 4 évente rendezik, labdarúgó VB-ket is 4 évente rendeznek. Tehát ilyen tekintetben ez valóban mindig gondolom egy kiéheztetést követő nagy megmérettetés, ugye 4 év után. Igen, meg hát ezt úgy szokták hívni, nem csak a 4 éves periódus miatt, hogy a Kyokushin olimpiája. Igen. Amit mindig egyébként pont az olimpiai előtt rendeznek, mégis mindig Tokióban. Magát ezt a versenyszámot akkor ezek szerint első ízben hívták életre, ilyen formában ezt így a bizonyos? Így van, tulajdonképpen Európa bajnokság volt, megelőzőleg, de ez volt az első világbajnokság. Na hát ráadásul ugye a helyszín az Japán volt, tehát ennek a műfajnak a abszolút szülő otthona, szabad így fogalmazni. Ez mennyiben nehezíti, vagy éppen adott esetben teszi könnyebbé az ember ilyen jellegű bizonyítását, hiszen hát egyrészt ugye gondolom, hogy ott ebben a közegben nyilván mindenki nagyon érti ezt a műfajt, tehát tényleg az ember hazamegy valahol, de talán pont ez lehet a nehézsége. Én úgy gondolom, hogy nehezíti, tehát mindenféleképpen oda kell utazni, tehát meg kell szokni a helyi közeget, föl kell lépni több mint 10 000 néző előtt egy tatamira, egy kiemelt tatamira. 10 000 néző? Több mint 10 000, tehát 10-valány ezer. Igen, azt hiszem ez a második legnagyobb aréna Tokióban, a Saitama az a legnagyobb, ahol ugye azt hiszem egyébként a K1 döntőket szokták rendezni, és ez a Tokió Metropolitan, ez pedig a második legnagyobb Tokióban. Az igen, hát ez azért félelmetes lehet. Hát meg is remegett egy picit a lábam. Mennyire van hozzászokva ez valóban egy európai versenyző, vagy akár egy magyar versenyző, hogy ez a ilyen arányú érdeklődés kíséri, övezi ezt az eseményt? Hát hazánkban mindenféleképpen jóval kevesebben vannak. Európa bajnokságokon azért szokott lenni, amikor Várnában volt, vagy Varsóban volt, azért elég sokan voltak kint, akik megnézték az egész versenyt, de ennyire sokan azért nem szokták. Többenet azért, ezt el kell tudni viselni, de ezek szerint sikerült ennek a terhét mindenképpen sikerült, de jó oldalban egy picikét azért megremegett a lábunk, szóval mindezt így összeadva, hogy világbajnokság, hogy kint Tokióban, a szülőhazában, szóval mi belülről észlettünk azért olyan hibákat, amik korábban nem voltak, de azért örülünk, hogy így azért a bronzérem azért csak összeállt. Ha ezek nincsenek, ez lehetett volna fényesebb is, vagy ez most ebben kihoztátok a helyzetből a maximumot? Hát ez egy jó kérdés, mi is kíváncsiak lettünk volna rá, hogyha esetleg nincsenek ezek a kisebb hibák, akkor ez mire lett volna elég. De most mondjuk azt, hogy ez pillanatnyilag ez a bronzérem ilyen szempontból, ezért a teljesítménye maximálisan járt, ugye? Ez mondható. Reméljük, igen. Jó, ez most már így van, ha tetszik, hanem mindenképpen. Urak, egy picit segítsetek nekünk azért azt megérteni, hogy magam gyakorlatilag, ugye ezek a formagyakorlatok ebben a verzióban előadva, mik azok a nüanszok, amire például a pontozó bírók értékelik, zsűri figyel? Igen, pontozó bírók. Ugye én, hát még a halvány emlékeimből tudom, hogy voltak olyanok, hogy kötelező gyakorlat még a tornasportban, amikor ugye egy előírt menetrendet kellett az optimális legszebbhez, vagy legjobbhoz képest bemutatni, tehát hogy a függőleges, a vízszintes az. Viszintes, tehát vonalzóval kimérendő, de itt azért ugye 3 ember együttmozgását kell koordinálni. Ez a nehézsége, vagy ez már önmagában is óriási feladat? Hát igen, tehát ha valaki ugye egyáltalán a harcművészetekkel nincs semmiféle kapcsolata, aztán úgy lenne a legjobban elmagyarázni, hogy ez mondjuk olyan, mint egy versmondó verseny, hogy szépen ugyanazokat a kötött mondatokat elmondani,
de mondjuk ott már ugyanúgy a hangsúlyjal, a ritmussal, a dinamikával, mi már valahogy értelmezzük ezt az egészet. És ez egy összetett verseny ez a csapatkata, mert amikor mi hárman, négyen vagy öten, mert hogy akár öten is lehetnek egy csapatban, szinkronban eljárjuk a formagyakorlatot, utána nekünk ugyanennek a formagyakorlatnak az értelmezését be kell mutatni, tehát mint egy versenemzés, mire gondolt a költő. És akkor ezt viszont már sokkal szabadabb formában, tehát ez már abszolút ránk van bízva, hogy egyrészt, hogy értelmezzük, tehát ennek már nincs egy kötött forgatókönyve. Másrészt, hogy milyen technikához, milyen valós élethelyzetet, harci helyzetet képzelünk hozzá. Ez önmagában egyébként mennyire szól itt az egyéni képzettségről, vagy képességekről, vagy itt a hasonlás a lényeg? Én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Tehát a szinkron résznél mindenféleképpen fontos, hogy ugye ugyanúgy mozogjon a két, vagy a három, négy ember. Ellenben, amikor ugye értelmezzük a dolgokat, ott már az egyéni képességek kijönnek. Tehát ott már egy, aki bele tud vinni egy plusz olyan mozdulatot, amit a többiek nem tudnak, az mindenféleképpen megemeli azt a sorozatot, azt a bemutatott. Hány munkája van egy ilyen VB bronzéremben? Hát 20 évek körülről igen. Beszélünk, mondjuk nekünk annyi szerencsénk, hogy mindhárman ugyanabban a dozsóban edzünk most már 10-20 éve. Uh-huh. A Szenszei Kalocsai Ferencnek, akinek egyébként hát legalább ennyi munkája volt ebben a VB bronzban. Uh-huh. Konkrétan erre a VB-re egy évet készültünk, tehát amióta megtörtént a kiírás, és tudtuk jól, hogy ebből lesz világbajnokság, ez február környéke óta, igen, tulajdonképpen csak erre készültünk. Elképesztő időigényes műfaj ez, tehát tényleg úgy tűnik, ugye, hogy ez napi szinte mit jelent így elfoglaltságban? Hát szerintem egy másfél órát naponta. Tehát ez azt jelenti, hogy ezzel minden nap, minden percben, hát, fejben feltétlenül? Hát tulajdonképpen februárban elkezdtük összerakni a sort. Tehát ugye maga megvan az alap forma gyakorlat, a kata, azt majd utána elkezdjük ilyen szinkronba járni, de előtte meg kell beszélnünk, hogy milyen mozdulatokat teszünk hozzá az értelmezéshez. Na most azt, mire ezt összeraktuk, az egy 3 hónap. És akkor utána ezt pontosítani, az úgy nem jó, nem úgy jött ki, tehát hosszú. De ez végül is valahol egy nagyon szép és nagyon kreatív munka, nem? Tehát annak ellenére, hogy azért itt a kötöttségek miatt már, ami a katát alapvetően jelenti, nyilván az ember igazodik egy mozgáskultúrához, de azért van benne egy nagyon-nagyon aktív kreativitást igénylő rész is, ha jól értem, ugye? Hogyne. Ez tud igazán szórakoztató lenni egyébként ebben a nagyon feszes, kemény műfajban? Igen, a monotonitást ezt mindenféleképpen ez töri meg egy picit, és hát igazából mi se tudjuk, picit mindig a bírói összetételtől is függ, hogy ők éppen mi az, amit jobban néznek, a szinkronitást az első felében, vagy pedig a kreativitást és az értelmezést a második felében. És akkor ugye nekünk az lenne a feladatunk, hogy mind a kettőből azért hozzuk ki a maximumot, tehát hogy szinkronban is legyünk, és egy látványos értelmezést csináljunk hozzá. Na hát, ha már a monotonitást említetted, akkor neked azért mindenképpen megvan az életed ellenpólusa. Igen. és melyik volt előbb, vagy melyik, hogy mondjam, született meg szükségből esetleg, hogy legyen valami más? Hát 10 éves voltam, amikor elkezdtem karatézni. És akkor... aztán amikor jött a rádió, akkor tulajdonképpen ez mindig ilyen hullámzás volt így egymással ellentétben, tehát amikor picit több rádiós munkám volt, akkor nem mindig tudtam edzésre járni. Most szerencsére az elmúlt években úgy alakult, hogy bőven belefért az időmbe a rádió mellett az is, hogy rendszeresen edzésre járjunk, és tulajdonképpen ezért meg tudjuk bevállalni. Igen, ezt a... Gondolj nélkül ez semmi eset se működött volna, hogyha te nem lettél volna aktív részese ennek a csapatnak. Nehéz egyébként egy elfogadt DJ-vel egyeztetni a naptárt és az edzés időpontokat? Hát azt mondhatom, hogy megbeszélünk egy időpontot, hogy mindig legalább egy 10 percet késik, tehát ez egy alap dolog, de egyébként meg lehet mindent beszélni. Kell az embernek, ellenség, ha ilyen fantasztikus barátai vannak. Na, és akkor a közös siker átélése ilyenkor, ez mit jelent? Milyen ünneplés vagy felszabadulást engedtek magatoknak? Mert gondolom, hogy azért van mit. Hát ami Tokióban történt, az Tokióban is marad, ugye mondani szokták. Nem, azt hiszem ez volt egyébként egy pici, hogy tényleg hamarabb mentünk, hogy ezt a 8 óra időeltolódást, ezt azért át tudjuk hidalni, és akkor utána még pár napig ott maradtunk Tokióban. De ez egy elképesztő metropolis, nem? Hihetetlen. Gyönyörű. Hihetetlen. Fantasztikus. Szó szerint. Már reméljük, hogy ha aki majd a 2020-as olimpián is megnézi magának, utána már csak egyet fog jobban szeretni, a 24-es budapesti helyszínt, hogy egy kicsit kössünk az előző témákhoz. Most azonban itt Tokióban egy csodálatos VB bronzzal tértetek haza, amihez szívből gratulálok, és azt kívánom, hogy ugye valóban történelmi győzelem született ebben a most meghirdetett versenyszámban, legyen folytatás, legyen ismétlés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.